Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, foglaljanak helyet kényelmesen a lelátón. A mai témáink esztergomi labdarúgás és kézilabda, valamint egy érdekes tenisztorna. Tartsanak velünk! Labdarúgás tehát a következő témánk. Itt a stúdióban köszöntöm Terjék Lajost és Molnár Ambrust, az Esztergom FC játékosát, illetve edzőjét. Tulajdonképpen most már az edzői posztot is átvetted Lajos idéntől, pontosabban a szezon elejétől, ugye? Hát így van, jó napot kívánok. Egy picit most mindenes, hívhatjuk így is. Nem tartom szerencsésnek azért, hogy mind a két posztot egyszer el kell látni, mert mind a két poszt azért egy teljes embert igényelne, de ez most így alakult, megyei szinten még ez talán kivitelezhető. Későbbiekben azért ennél majd egy vezetőedzőt azért találnunk kell. Ugye nem olyan régen indult a bajnokság, de azért már túl vagyunk 6 fordulón, hogyha jól számoltam. Ambrus, hogyan látod a csapatot a korábbi évekhez képest? Mit vártok egymástól, mit vártok a csapattól ebben az esztendőben? Hát most ugye rengeteget változott a csapat, sok új játékos jött és sok régi ment el, tehát egy teljesen új formában álltunk össze. Jól indult az első meccs, sajnos végül csak döntetlenen végződött, de így ahogy jött a többi meccs, azért összeállt nagyjából a játékunk, még természetesen van hova fejlődnünk, de amit gyakorlunk, azok már szépen kirajzolódnak a meccseken, és jönnek a jó eredmények is, tehát a győzelmek is. Tőled egyébként azt is várják a csapaton belül, azt is várja tőled az edzőt, hogy egy picit összefogd a csapatot, tehát irányítsd, ha esetleg olyan holdpont adódik, akkor te vagy az, aki rendbe kapod, vagy odaszólsz a társaknak, hogy figyeljetek oda jobban, vagy ilyesmi? Igen, ez így van. Most már talán én vagyok az egyik, aki a legrégebb óta a csapatban van, meg ugye én vagyok a csapatkapitány helyettes is, és ezért hát kötelezendő feladatomnak tartom én magam is, de ugye a vezetőség, a Lajos is elvárja tőlem, hogy egyben tartsam a csapatot, és azért összehúzom őket, főleg meccseken is, és ellássam őket infóval, utasításra, hogyha esetleg szükség van rá. Ugye az első meccs a Vértes Szőlős ellen volt, ugye ez volt a 2-2-es döntetlen, aztán pedig következett a helyi rangadós Árisáp ellen. Ugye tavaly kint voltunk mi is, amikor ott játszottatok, akkor is egy szép győzelem sikerült, és most is 2-0 lett a vége. Igen, hát a játék azért ott még eléggé döcögött, de felnőtt futballban azért az eredményesség a fontos. Nagyobb céljaink vannak az előző évekhez képest, úgyhogy ezek eléréséhez mindenféleképpen nyernünk kell a mérkőzéseket, főleg hazai pályán. Úgyhogy igazából most a mutatott játék talán azt mondom, egy picit másodlagos volt, az eredmény volt a fontos. Ugye ott a következő fordulóban, Oroszlányban szenvedte el a csapat az egyetlen vereségét. Eddig reméljük, hogy már így is marad ez. Reméljük. De hogy ugye most jelenleg 3 győzelem, ugye 2 döntetlen, 1 vereséggel, nagyon szépen harmadik helyen áll a bajnoki tabellán. Persze mondjuk egy kicsit talán, hogy is mondjam, kicsit össze van kócolva ez a tabella, hiszen nagyon sok csapat nem játszott mérkőzéseket. Ugye a Sárisápiak is karanténban voltak, Tataiak is, tehát hogy voltak azért itt elmaradt meccsek. Igen, hát az oroszlányi meccsre visszatérve azért az a mérkőzés megint bebizonyította, hogy az edzői szakma az káros az egészségre. Ott talán a leggyengébb teljesítményünket nyújtottuk, ki meg is lett az eredményű, aki kaptunk. Ami a tabellát illeti, annak azért nagyon örülök, hogy nekünk nincs elhalasztott mérkőzésünk. Ez azt jelenti, hogy kvázi egészséges a csapat, és minket még annyira nem ért el a vírushelyzet. De természetesen még mindig nem vagyunk ott, ahol szeretnénk. Azért ez a harmadik hely szép az utóbbi évekhez képest, de még mindig nem az a hely, ahol lenni szeretnénk. Meg ráadásul ugye, hogy még az elmaradt meccseket, hogyha pótolják és a csapatok ugye behúzzák mondjuk ezeket a mögöttetek állók, akkor még akár a harmadik hely is veszélybe kerülhet. Ez így van. Több olyan csapat van, aki 2-3 fordulóval kevesebbet játszott, mint mi, és a vesztett pontok tekintetében jobban állnak. Azonban náluk nem lesz azért egyszerű, főleg megyei amatőr szinten a szerda-szombat vagy a szerda-vasárnap mérkőzéseket bepótolni, úgyhogy azért ők is fognak pontokat vesztegetni. Itt Esztergomban hogyan lehet összerakni úgy a csapatot, hogy eredményes tudjon lenni? Tehát van annyi tehetséges játékos helyben, vagy pedig azért, Lajos, neked azért vannak ismeretségeid Újpesten, sokfelé az országban, tehát hogy onnan is kapsz játékosokat, hogy ez hogy működik? Ugye nagyon későn indultunk neki ennek a szezonnak,
ugye főleg a vírus helyzet miatt, illetve a célkitűzések is elég későn rajzolottak ki, hogy mik lesznek ebben az évben. Tehát 5 vagy 6 játékossal kezdtük az első edzésen, felnőtt korú játékossal, úgyhogy nagyon nehéz volt azért a keretet összerakni. Vannak tehetséges fiatalok Esztergomban, de csak belőlük nem lenne képes a futballklub egy ütőképes csapatot kiállítani, úgyhogy kénytelenek vagyunk azért tágítani a kiválasztási körünket, és főleg most Budapesten kerestük a játékosokat, akiknek még a beutazása nem jelent akkora problémát, úgyhogy most Esztergom és környék és Budapest volt a fő kiválasztási célpont. Ambrus, hogyha a csapatot kellene jellemezni, mik az erényei a különböző posztokon, kiket tudnál kiemelni? Hogyan lehetne ezt így összegezni? Hát igazából ugye a társaság fiatalos, mert ugye rengeteg fiatal van, és hát a szélső posztokon ugye elég gyors játékosaink vannak, a Márton Firicsire gondolok, Kis Gyula, ő is elég gyors, nagy sebesség van benne. A center pozíciónk az kicsit más, mert ugye ott a Flajsz Bálint játszik, viszont neki nem az az eredeti posztja, de kellőképpen azért próbálja megoldani. A védelem szerintem elég stabil, tehát tényleg kevés gólt kapunk, viszonylag jól szervezett és jó játékosokból is áll. A szélső védőnk is, főleg a bal védőnk, a Lőrinci Szilárd, benne is nagy sebesség van, labdaügyes játékos, jobb oldalra a Varga Bence, benne is megvan ugyanúgy a sebesség, agresszív játékos, és szerintem belül is a védelemben, én mint az egyik belső védő, és jelen pillanatban a Viz Dominik, a másik belső védő, mind a ketten azért lejátszottunk már jó pár meccset, tehát tudjuk irányítani, és megvan a kiállásunk hozzá, és magasságban is szerintem, ami azért fontos dolgot belőle, azért helyt állunk. Aha. Milyen meccsek várnak még a csapatra a következő fordulókban? Most ugye környére megyünk majd a hétvégén, aztán két rangadóbb mérkőzés lesz, ugye az egyik a Zsámbék hazai mérkőzésünk lesz, és Kecskéden játszunk utána, úgyhogy azért most három, talán a környe az, akit nem lebecsülve egy picit könnyebb, ha lehet ilyet mondani, hogy könnyebb ellenfél, de a rangadóink azok igazából most jönnek, úgyhogy most fog majd kiderülni télig, hogy mire képes ez a keret, és szeretnénk azért lőtávolba lenni decemberig, hogy egy picit a kereten erősítve majd télen elérjük a céljainkat az év végén. Hát ugye a koronavírus helyzet továbbra is nehezíti a labdarúgó csapatok életét is, sorba mondják le a meccseket, időnként egy-egy beteget is regisztrálunk a különböző csapatokban. Nálatok mi a helyzet? Egyelőre rendben a csapatnál, minden meccsét lejátszotta. Hogyan törekedtek arra, hogy ne következzen be hasonló kellemetlen szituáció? Hát ugye ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy bármit is csinál egy csapat, azért van 150 utánpótlás játékosunk, a szülőkkel együtt ugye 300 vagy 450 fő, a felnőtt csapat, a stáb, 500 ember, akivel nagyjából nap mint nap találkozunk, tehát igazából kivédeni ezt az egészet nem nagyon lehet. Eddig szerencsénk volt, azt mondanám, hogy nem voltak nagyobb számok nálunk, tehát volt olyan, ahol a családban esetleg volt megfertőződés, de már ugye a gyerekeknél nem. Úgyhogy nem nagyon tudunk, tehát fertőtlenítünk természetesen, az alaphigiéniai dolgokat megoldjuk a takarításban, stb., de ezt nem nagyon tudjuk kivédeni. Idén is részt vettetek a futball éjszakáján, ráadásul, ahogy nézegettem, a megyében egyedülállóan. Hogyha erről egy picit beszélnétek, mi is volt ezen? Igen, tavaly igazából talán akkor is nagyon kevés megyei csapat vett részt a futball éjszakája rendezvénysorozaton. Én viszont nagyon fontosnak tartottam már tavaly is, ahogy idén is, hogy minél többen és minél szélesebb körben megismerjék a csapatot, megismerjék a helyet, ahol készülnek a játékosaink, úgyhogy ezért idén is neveztünk. Most egy picivel kevesebb létszám volt, ugye a rendezvényen
sajnos a járványhelyzet erre is ráhúzta a bélyegét, de színes programokkal én azt gondolom, hogy most is jól sikerült ez a rendezvény, úgyhogy alig várom a következő évet, ahol én azt gondolom, hogy szintén meg fogjuk rendezni ezt a futballészakáját. Ugye az esztergomi FC-n is a legfontosabb az utánpótlás bázis, az utánpótlás csapatok játéka. Itt hogy álltok, hol tartanak a csapatok? Ugye a tavalyi szezonhoz képest egyetlen egy változás történt, hogy négy versenyző korosztályunkból ötöt csináltunk, tehát most már az U13-as csapatot is, amellett, hogy a Bozsik programon részt vesznek, szerettem volna, hogyha versenyeznek, és ők elindultak a megyei U14-es bajnokságban, illetve a tavalyi megyei U14-es 16 helyett ugye kiemelt országos másodosztályú U14-15-ös csapatunk is van, amellett ugye a 17-19 ugyanabban az osztályban szerepel, ahol tavaly, úgyhogy most a négy versenyző korosztály helyett öt van, ami azért én azt gondolom, hogy a fejlődését mutatja a klubnak. Bízom benne, hogy azért még ennél is többre leszünk képesek az elkövetkezendő időben. Lányok is, ugye? Lányokat is versenyeztetek, ők is szerepelnek. Igen, még most nem akkora létszámban, mint szeretnénk, de igyekszünk igen a lány focit is fejleszteni és elindítani. Most még U7-9-es korosztályban vannak lányaink, de szeretnénk évről évre ugye tovább fejleszteni ezt a kört is, és a lány focit is bevenni a repertoárunkba. Én azt gondolom, hogy semmivel sem, ugye sokszor volt az, hogy a szülők egy picit óckodtak a lány focitól, de semmivel sem veszélyesebb mondjuk a lány futball, mint a kézilabda vagy a vízilabda, úgyhogy várjuk a lányokat is, akik kedvet éreznek arra, hogy megismerjék a labdarúgás alapjait. Visszatérve az első, a megyei első osztályú csapathoz, ott mik a célkitűzések? Elképzelhető, hogyha úgy alakul, akkor egy osztályon feljebb is szívesen megméretnétek magatokat? Igen, ez a cél. Ebben az évben szeretnénk MB3-ba jutni. Természetesen attól függetlenül, hogy a csapat most erről van a tabellán, a szezon még borzasztó hosszú. Úgyhogy próbálunk fordulóra építkezni, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk, de a célkitűzés az, hogy megméressük magunkat jövőre az MB3-ban. Aha. Így legyen, köszönöm szépen, hogy vendégeink voltatok, sok sikert kívánok a csapatnak. Köszönjük szépen. Tenisszel folytatjuk a műsort. Szerencsés Tiborra, a kiváló testnevelő tanára és edzőre emlékeztek Esztergomban egy tenisztorna formájában. Lássuk az összefoglalót. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Szerencsés Tibor barátunk, kollégánk emlékére szervezett teniszemlékversenyen. Sok minden kamorog a fejemben, egyrészt, hogy mindig nekem kell beszélni, és ez mindig nehéz feladat, hiába vár már évek óta rám. Több dolog van, egyrészt maga az, hogy első alkalommal találkoztunk itt, ugye idén búcsúszunk el Tibortól, és miközben Orsva jöttünk haza a Balatonról, az Orsi ötlete volt, hogy nem csak egyszeri alkalommal, hanem többszeri alkalommal össze kéne hívni azokat a barátokat, tanítványokat, kollégákat, akikkel a Tibor kapcsolat volt a tenisz révén. És hát ugye lehet látni, hogy elég sokan vagyunk, bár a szervezés során kiderült, hogy sokkal többen lehetnénk, mert akik megtudták a városba, itt volt számomra ismeretlen emberek is, kiderült, hogy Tibornak nagyon sok tanítványa volt, akik azóta nem teniszeznek, és ezért nem ismertem őket, de mondták, hogy máskor esetleg örömmel lejönnének, ők is részvevői lennék ennek a dolognak. És amikor ezt a dolgot, ötletet Zsuzsinak és Lacinak, a családnak elmondtuk,
ugye akkor lehetett érezni, hogy mekkora örömmel fogadták, és mennyire nagy a összefogás, összetartás a szerencsés családba, mert ugye lehet látni, hogy milyen idői szerencsénk van, ugye az időjárást is meg tudták beszélni a Jóistennel, és hogy milyen szép különök közepette, mindenki egyenpólóban, és hát nagyon csodálatos ajándékok várnak a résztvevőkre. Nem mindenki tud már játszani, mert ugye hát sajnos a régi barátok ismerősök közül már soknak a kór, baleset, a esetleg műtétek miatt már a játék nem mehet, de még sokan vannak azok, most úgy néz ki, hogy 11 pár, aki megküzd a Tibor emlékére rendezett verseny bajnoki címéért. Még néhány szubjektív dolog, Orsi sok mindent lelkem kötött, hogy mondjak el, remélem, hogy ezek között már sok mindent elmondtam. A Tibi és a tenisz, meg az én kapcsolatom, én ilyen focista voltam annak idején, és amikor a gyerekek megszülettek, akkor hát megbeszéltük, hogy a hétvégi programokat véget kell vetni. És akkor Tibor mondta, akkor épültek kint ugye a ferences teniszpályák, és Tibor élete szinte a város összes teniszpályához köthető volt. Ehhez is kezdetben, aztán ugye a Kolpingos, az a két pálya, szinte ő építette az adogatófalat is, illetve a ferenceseké is. És akkor Pali azt mondta, gyere ki, bármikor játszhatsz velem vagy mással, és akkor picit megtanítalak, nem nagyon tudtam előtte, hogy picit játszogattam, és akkor elkezdtünk játszani, és akkor nagyon erős volt, azt mondta, hogy tenyeresed nagyon jó, fonákod nagyon szar, de oda fogok mindig játszani, és akkor meg fogod is javulni. És hogy a fonákom, hogy ilyen esetleg, hogy viszont adni a labdát, az a Tibornak köszönhető teljes egészében. És akkor szerdánként ezt már mondtam, és említettem, hogy volt egy kör, akivel úgy csináltam az Istvános órendet, hogy 6-8 fő, nem tett csak tesisek, hanem mindenfajta szakos kolléga, és nem is túl nagy teniszező tudású emberek. Akkor kimentünk, és szerdán, amíg a Tibinek el nem kellett menni, aztán 1:30-2, akkor mindig elrohant a váltani, így van, ez Zsuzsi jól tudja. Addig játszottunk, néha abba hagytuk a meccset, Pali, most már idő van, nekem el kell menni, de egy nagyon jó hangulatú beszélgetések voltak, és amíg jó idő volt, akkor mindig teniszeztünk. És hát mindenki más, én tudom még olyan történeteket, dolgokat is, és hogy a Radó Zolival, Slavocki Ferivel, Pák Gabival, hogy milyen hihetetlen meccseket vívott, és mindig ezeket mesélte is, sokszor fricskázva az ellenfelét, mert ha kikapott, akkor nem szólt semmit, akkor nem mesélt róla, de ha győzött, akkor még este fölhívott, és akkor kérdezd meg a Radótól, hogy mit csináltunk előző napon. Amikor nem szólt, akkor kezdett, hogy nem volt jó, hát most szerencsé volt a Radónak, és megvert engem. Tehát neki nagyon sokat jelentett a mozgás, de én azon sokat inkább néha a barátokkal való együttlét, és maga ez a feeling, ami a teniszt körülveszi. Nagyon-nagyon sok ember volt tanítványa, most már meglett emberek, ugye az a teniszes generáció a 70-es születésűek környékén, ugye Géza, Regő van itt a képviselőjük, de még sokat lehetne felsorolni, amelyből később az OB-s csapat kinőtt, és ezt is lehetünk a Tibornál, hogy a OB2-es, OB3-as csapatnak ő a támogatója volt, tehát mindig mögött, tehát ugye a szakosztályt is ugye ő vezette, és akkor az még a ferences pályán volt, most már ugye a csapat ide átjött, de annak is a Tibor volt annak idén az atya. A családnak én régi barátja vagyok több mint 30 éve, viszont a Tibornak, mint tenisztársa vagy teniszpartnere, ezt az időszakot egy olyan 8-10 évre tudom visszavezetni. A Tibor a város sportéletébe és a városi ifjúsági sportban azért hatalmas érdemeket szerzett, mint tanár. Ugye köztudott, hogy diákolimpián nagyon jó helyezéseket értek el különböző sportágokban a tanítványai. Többek között a top 10-ben, ami nem egy kis feladat volt az ő számára is, a top 10-ben, teniszben több tanítványa országos szintre került. Mégsem a tenisz volt elmondása szerint a kedvenc sportja, hanem a szertorna. 50 éves volt, amikor civil ruhában a tanítványainak egy korlátgyakorlatot mutatott be, mert senki nem tudta megcsinálni. Hát ezt követően kerültünk mi a tenisz kapcsán szorosabb kapcsolatban, olyannyira, hogy heti 3-4 alkalommal is hatalmas meccseket vívtuk egymással, általában ő győzött, de mikor a győzelmet és a küzdeni tudást próbálta belém plántálni, aki nem voltam tehetséges, akkor mindig az vezette őt, hogy javítson az én technikámon, stílusomon,
meg gyakorlatilag a játék felfogásomon. Én ezt sose fogom neki elfelejteni, mind ahogy azt a percet sem, amit azon a teniszpályán említett, hogy Gábor, zsibbad a kezem. Ez volt az az idő, kvázi 3 évvel ezelőtt, amikor elindult az a kór, ami ma gyógyíthatatlan, aminek az okát nem ismerjük, és ami sajnos ahhoz vezetett, hogy ma már ő ezen a versenyen nem tud részt venni, még akkor sem, hogyha az nem az ő emlékére lett volna rendezve, hanem a szokásos őszi, hát ugye a Sáfár Zsolti által rendezett szokásos verseny lett volna. El kell, hogy mondjam, hogy jellemző volt rá a kollegialitás, a rugalmasság, a kedvesség, a kapcsolatteremtő készség, köztudott az ellenteniszpólus, a dorogi teniszcentrum vezetőjével való igen jó kapcsolata. Egyben volt kemény, az pedig a vonalas labdák megítélése. Nem szerettem vele fedett pályán játszani, mert egyszerűen nem lehetett a vonalakat megítélni, és itt is percekig vitatkoztunk, hogy kin volt vagy benn volt. Sajnos gyengültek a szervák, gyengültek a fonákok, és ettől kezdve az én szerepem már nem a teniszben nyilvánult meg, hanem egyéb vonatkozásban. Ki kell, hogy emeljem a családnak a példamutató és példaértékű támogatását, ahogy ők ezt lemenedzselték, ezt a súlyos állapotot, aminek a kimenetelét kezdettől fogva tudtuk. A testvéreket, a feleséget, a sógornőt és azokat az alkalmazottakat, akik ezt a hatalmas munkát éveken keresztül tudták a kórház és az intenzív osztály támogatásával végigcsinálni. Tragédia, de ez mégsem jelent egy felejtést számunkra. Én nagyon javaslom ennek a versenynek a kapcsán is, hogy gondolkozzunk azon, akik itt vagyunk, és akik ide járunk, és jártunk, és lehet, hogy lesznek újak is, hogy ne nevezzük el ezt a pályarendszert Szerencsés Tibor teniszcentrumnak. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ennek a kis emléktornának a megszervezésében. Nagyon köszönöm. És az az igazság, hogy azt mondják, hogy azon túl, hogy a földi léten túl, ha valaki lát valamit, akkor a Tibi ezt most így végigéli velünk. Én úgy gondolom, és valahol itt van. Mert azzal, hogy itt vagyunk, hát ő is itt van velünk. Hogy egy kicsit vidámabban fejezzem be, és ezt az anekdota sort, amit itt elkezdtek, egy-két dologgal egészítsem ki. Én annak idején megismerkedtem egy tornatanárral, aki aztán megtanította nekem, hogy ő nem tornatanár, hanem testnevelő tanár. És a fiatalságunkat a teniszpályán kezdtük. Egy-két gyerekkel, ha látni akartam őt, akkor ki kellett jönnöm a teniszpályára, mert ő délelőtt is, délután is teniszt oktatott. De hát én úgy tűrtem békével sorsomat, pláne akkor, amikor értesültem arról, hogy a bátyának az esküvőjéről majdnem elkésett, vagy utolsó pillanatban élt oda, mert még egy teniszmeccset gyorsan lezavart. Tehát ez is hozzátartozik a Tibihez, apához, hogy a sport, a barátok, az összetartozás, a szeretete, az valahogy jelképezte őt. Az utolsó pillanatig teniszezett. A teniszpályáról ment szinte a kórházba, utána nem tudott teniszezni. Az utolsó pillanatig ült rá a barátaival, a halál előtti utolsó héten még a barátaival együtt volt. Tehát az, hogy mi ennek, tehát hogy mi itt vagyunk, ez az ő lényének köszönhető, hogy összetartotta a csapatot, és úgy, hogy Pali mondta, hogy igen, a fiatalok engem is megállítanak, én is látom őket, a fagyizóba bejönnek, és visszaemlékeznek a tanár úrra. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy ezt létrehoztátok, és mindenkinek jó szórakozást kívánok.
Kézilabdával folytatjuk a műsort, vendégeink Mezőségi Irény és Henger István, akik az esztergomi Vitézek Raftot képviselik, ahol hosszú szünet után, majdnem egy fél év után végre elindult a bajnokság. Hogyan sikerült ezt a hosszú időt átvészelni egyáltalán, Irén? Köszöntjük a kedves nézőket. Hát igen, ez valóban hosszú időszak volt. Március közepén ugye, mint tudjuk, le kellett állni a bajnoksággal és az edzésekkel is. Ez mindenki számára új volt, számunkra is. Otthon végeztünk edzéseket, kiadott edzésterv alapján mind a felnőttek, mind pedig az utánpótlás korú gyerekek. Mindenki a saját edzőjével, az edzők adták ki a feladatokat. Aztán utána májusban újra kezdtük ezt. Igen, ott voltunk talán az első edzésen, amikor elkezdtétek a munkát. De azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz dolog volt. Tehát ennél már csak az nehezebb, hogyha online bajnokságot szerveztek volna, és akkor úgy kellett volna kézilabdázni. De most végre elindult a dolog. Jó néhány változás történt a csapatnál. Ugye, úgyhogy játékosok is cserélődtek. Hát, ha felnőtt csapatra gondolsz... Most a felnőtt csapatra elsősorban, igen. Akkor hát olyan húsba vágó dolgok voltak. Elsősorban az egyik legjobb játékosunk, a Valovics Nóri. Ő anyai örömök elé néz, és hát ennek örülünk egyrészt, a másik szemünk sír, mert azért egy olyan játékost veszítettünk ezzel, aki azért meghatározó volt úgy támadásban, mint védekezésben. Uh-huh. Ő rajta ki úgy tűnik, kapust is, másik kapus szerepel a csapatban. Így van. A korábbi kapusunk, a Dorina, ő abba hagyta gyakorlatilag több tíz év után, azt mondta, hogy most már a pihenés az, amire ő vágyik, és hát Szentendrére sikerült egy kapust, a Szaka Berkesi Dórit idehoznunk. Hát én azt hiszem, hogy nagyon jó csere volt, és amitől féltünk, hogy fog ő beválni, én azt hiszem, hogy messze túl teljesíti a várakozásainkat. Aha. Sipos Krisztina is ugye újra a csapat rendelkezésére állt. Igen, hát ugye ennek nagyon örülünk, hogy újra esztergomi színekben játszik. Nem teljesen 100%-kal tudja ő bevetni magát, ugye, mert kis gyermeke van. Hát a Valovics Nórinak a pótlására nagyon jó lesz, és még hát fiatal játékosokat tudunk a Valovics Nóri helyére kipróbálni, bevetni a mélyvízbe, tehát ez a terv. Aha, úgy néztem, hogy Szőlősi Erika is, ugye itt nem véletlen talán, ugye ti a rögbisek égisze alatt dolgoztok, és ugye a Szőlősi név azért az ismerős a rögbisek, hogyha hallják, ugye ez a lánya, edzőnek? Aki igen, a Lacinak a lánya. Irányította a csapatot. Ő serdülőkorú egyébként, de mindhárom korosztályban már játszik, tehát gyakorlatilag a serdülőbe, ifibe és már a felnőttbe is számítunk rá. Hát az az igazság, hogy nem akarjuk túlterhelni őt, és a szülőkkel ezt meg is beszéltük, hogy a saját korosztályába fejlődjön, és ha olyan mérkőzések lesznek, hogy ő bevethető már a felnőttbe is, és már volt olyan, tehát gyakorlatilag az edzőmeccseken kipróbáltuk, helytállt, de nem akarjuk megszakítani, hogy így fogalmazza. Meg gondolom, párhuzamos a rögbizik is, ha már az apuka. Nem, csak a kézilabda nála. Ugye az első fordulón vagyunk túl, tehát a Fradi U22-es csapatával csaptatok össze, és aztán egy nagyon izgalmas mérkőzés kerekedett ebből. Hogyha felidéznéd, Irén, hogyan zajlott a mérkőzés? Igen, hát tudni kell erről a Fradi U22-ről, hogy tulajdonképpen ők a tavalyi évben veretlenek voltak, NB1-es serdülő és ifi bajnokságot játszanak. Tehát egy olyan csapat, akik a tavalyi évben egyszer sem kaptak ki, ezért benevezték őket ide, hát ha itt valaki meg tudja őket szorongatni. Megmondom őszintén, nem örültem a sorsolásnak, amikor megláttam, hogy ővelük kezdünk, mert a tavalyi évi sorsolásunk nagyon jó volt. Igazából fokozatosan mentünk bele a nehéz meccsekbe. Itt elsőre kikaptuk a legveszélyesebb ellenfelet, legalábbis úgy tartjuk, hogy ők talán a legerősebbek.
De akkor rácáfoltatok erre. Rácáfoltunk. Borult a papírforma. Így van. Egy nagyon jó mérkőzést tudtunk velük produkálni. Az első játékrészben 19-16-ra mi vezettünk. Aztán volt egy kis mélyrepülésünk, ahol a fiatal fradisták ugye feltámadtak, meg gondolom, hogy kaptak egy pár keresett szót a Szarka Évitől. Keresetlen szót fél időbe. Aztán volt egy pár csere a csapatba, és utána a végére újra meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Tehát nagyon izgalmas volt a végjáték, hogyha ezt felidézni, hogy mi is történt pontosan? 35-35 volt, körülbelül 45 másodperc, ekkor volt a kapusunknak egy nagyszerű védése, és hozzánk került a labda. 42 másodperc volt hátra, ekkor tudtam időt kérni, és megbeszéltük, hogy ezt a 42 másodpercet, ezt meg kell próbálni megtartani a labdát, egy szabad dobást kiharcolni, hogy teljen az idő, ugye nehogy megszerezzék a labdát és ellentámadásból, ugye akkor elveszítjük a mérkőzést, akkor két pont az övék. Tehát akkor te úgy voltál, hogy tartsuk meg ezt a döntetlen? Így van, tartsuk meg a döntetlen, de azért a mi rutinunkkal az utolsó másodpercekre harcoljunk ki egy hetest, vigyük ki szélre, és ott kezdjünk valamit, és ez így is történt. Tehát a Sipos Krisztina nagy rutinjával fautoltatott, ott a bíró fújt egy szabaddobást, majd kipasszolta a Csiki Renátának bal szélre, aki beugrott, és 7 méterest ítéltek a játékvezetők. És a 7 méterest pedig Ábrahám Szilvia biztos kézzel értékesítette. Na hát akkor ez egy nagyon szép győzelem volt így elsőre, és ahogy néztem, hogy ugye Ábrahám Szilvi és Takács Angéla is, a Szilvi ugye 11-et, Takács Angéla pedig 10 gólt dobott a mérkőzésen. Így van, mind a kettő nagyszerű teljesítmény nyújtott, az Angéla szélen, de igazából a pálya minden szegletében ott volt, küzdött, hajtott, védekezésben is nagyon jól teljesített, a Szilvi pedig hozta tőle elvárt jó szereplést, magabiztos, jó játékos. Hát csak így tovább ilyen nagyszerű győzelmeket kívánok a csapatnak. Volt még valami, ugye amikor elindult ez az egész bajnokság, ugye voltak előírások, amit a Magyar Kézilabda Szövetség a csapatok felé irányelvekként, nem is tudom, hogy kaptátok ezeket, meg leírták, hogy mit szeretnének. Tehát ugye ezek az előírások nem tették lehetővé azt végül is, hogy mindenki meglátogassa a mérkőzést, a nézők bemehessenek, ugye zárt kapusra kellett tervezni. Van egy opció ez, gyakorlatilag élhetünk azzal, hogy zárt kapus legyen, de az előírásokat megtartva a közönséget is fogadhatjuk. És most visszatérünk, mert 48 óra az a bejelentés idő, mikor át lehet állni úgy, hogy a nézők is ott legyenek. Nyilván azért van itt egy csomó megkötés, tehát nem úgy van, hogy beözönlünk, és akkor... Aha. Az első alkalommal úgy gondoltatok, hogy nem vagytok még erre felkészülve? Tehát annyira szigorúak az előírások, vagy annyira ellenőrizni kellett volna a nézőket, meg leültetni őket 2 méteres távolságra, vagy mi volt az oka? Így van, tehát gyakorlatilag azok az előírások, amiket be kellett volna tartani a zárt kapusnál, ott gyakorlatilag az MKS kiadott egy olyan körlevelet, ahol megszabja azt, hogy kik tartózkodhatnak, ott név szerinti listába kellett foglalni mindenkit, aki a környezetében volt, vagy a pálya környékén volt, valamilyen teendője, akár technikai vezető, akár milyen jogcímen, és hát mi ezt egy kicsit még rá is tettünk, mert az ellenfélt és a mi játékosaink, illetve a játékvezetőket és a technikai személyt, mindenkit lázmérővel ellenőriztük, és hál' Istennek nem volt ilyen, bár hát minden nap halljuk, hogy milyen csapolyos a Szeged vonult karanténba. Igen, hát akkor voltak nagyon rossz, ugye a Váciak voltak először, akik... Hát ők szerencsésen túlérték úgy, hogy kétszer kellett elkezdeni az idény gyakorlatilag már az edzések terén. Akkor a folytatásban akkor ezek szerint a nézők is látogathatják a mérkőzéseket. Mi lesz a következő meccs? A következő meccs idegenbe Salgótarjánba megyünk, tehát az első 3 meccsünk azért elég húzós. A következő itthoni mérkőzés a Budakalász. Az a helyzet, hogy valóban azt tervezzük, hogy jöhessenek a nézők, de hogy addig még 2 hét van, hogy addig ez hogy alakul, ezt sajnos nem tudjuk előre.
Igen, hát ebben a helyzetben azt hiszem, hogy hosszú távra tervezni nem nagyon lehet, hiszen bármi történhet. Irén, hogy áll most a csapat? Úgy érzed, hogy összeállt, hiszen az első mérkőzés egy szép diadal volt, de hogy már is az első meccse már összeállt az alakulat, ugye sok változás ellenére? Igen, hát az a helyzet, hogy összeállt a csapat valóban. 7 hetes felkészülésünk volt, ugye. Ezek a lányok már nagyon várták a bajnoki mérkőzést, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó vérünkig harcoltunk ezen a mérkőzésen, és ez valóban így volt. Szóval, hogy le a kalappal. Én úgy gondolom, hogy a motiváció megvan, megyünk addig, amíg lehet, remélem, hogy végig tudunk menetelni, úgyhogy pozitívan állunk a dologhoz. Ejtsünk egy pár szót a Serdülő csapatról is, hiszen ők is elkezdték a bajnokságot, ráadásul ők egy fölényes győzelmet arattak az Ácsi Kinizsi ellen. Így van. Tehát én az a munka, amit itt azért egy-két éve végeznek az edzők, azért most valahol már úgy látszik, hogy beérik, és ezek a gyerekek is adják magukat hozzá, hiszen nagyon fontos az, hogy milyen a hozzáállás. Tudom, hogy rengeteg olyan mellékága van ennek, hogy hegedűni jár a gyerek, balettozni jár, és akkor van a kézilabda, amit ő nagyon szeret, de a szülők úgy gondolták, hogy hát emellé még azért egy pár dolgot beiktatnak. Hát mindenki elfogult nyilván, ugye a zeneiskola vagy a művészeti irányok is elfogultak, azt mondják, nem lehet tudni még mi lesz a gyerekből, lehet, igen, hogy hegedű művész, lehet, hogy kézilabdás, úgyhogy nagyon nehéz ilyenkor, gondolom, egy szülő helyében lenni. Így van. Tehát említettem azt, hogy most érik be. Tehát gyakorlatilag az, hogy most 5 fiúcsapatot tudtunk indítani, U13, U14, U15, U16. Az szép. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a szakág, ez megmozdult, nagyon sok gyerek jön, és hát én azt mondom, hogy nagyon jó kezekben vannak. Hiszen ezek az edzők, akik most itt vannak nálunk, mind NB1-es játékos vagy válogatott játékos volt, tehát nem könyvből tanulták a kézilabdán, és ez meg is látszik a gyerekeken, tényleg teljes odaadással végzik a munkájukat, és úgy gondolom, hogy ez a Serdülő csapatnak a győzelme, ez gyakorlatilag előremutató, bár most tegnap Salgótarjánban volt ugyanez a csapatunk, és hát az utolsó másodpercekben kaptunk ki, úgy, mint most mi a Fradi ellen, hogy győztünk. Igen. És hát ez azt jelenti, hogy oda mindig úgy mentünk, hogy biztos, hogy ki fogunk kapni Salgótarjánba. És most ez a csapat megmutatta, hogy azért számítani kell velünk is. Azért hagyd mondjak egy-két szót az ifiről is, a lány ifi csapatról. Hát ők meg aztán nagyon jó összekovácsolódtak most már. Tehát azt lehet mondani, hogy fölveszik a versenyt bármelyik, akár fővárosi, vagy akármelyik csapattal. Itt említeném azt, hogy tavaly játszottunk Vác ellen, vagy játszottak a lányok Vác ellen, és hát ott nagyon kikaptunk a fordulóba. A hazai meccsen olyan meccset játszottunk, hogy én azt mondtam, hogy ha ezt fölvettük volna videóra, ezt mutogatni kellene, mert szenzációs. Annyiba volt csak, tehát azt hiszem egy-két góllal kikaptunk, de a végén belefáradtunk a meccsbe, tehát a cserepad az rövidebb volt, mint a Váciaknál, hiszen ott kézilabda akadémia van, a Váci és rengeteg gyerek, tehát addig még mi itt 20-30 ebben a korosztályban gyerek van, ott 60-70 gyerekkel úgymond gazdálkodnak. Hát azt hiszem, hogy lehetne még sorolni a nagyszerű mérkőzéseket, de most akkor egyelőre maradjunk csak ennyinél, ami a szép siker, ugye, amit a Fradi U22-es csapat ellen elért a csapat, ez egy nagyon jó rajt volt a felnőttek, aztán a többiek is nyilván szépen szerepelnek. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok itt a stúdióban. Mi köszönjük a lehetőséget.
Következzen állandó rovatunk a tabella. Most megnézhetik, hogyan áll az esztergomi csapat a tabellán, az NB2 északi csoportjában. Lássuk! Következő tabellán azt látják majd, hogyan szerepel az Esztergom FC a megyei első osztályban. Az utolsó tabellán következik, ahol azt láthatják majd, hogy az NB2-ben hogyan szerepel a Dorog csapata. Ezek a témák fértek a mai lelátóba, a Régió TV Esztergom sportmagazinjába. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra!